Üdvözlöm kedves nézőinket! Biatorbágyon a különleges erőket is bevetve a rendőrség két kábítószer kereskedőt fogott el. A tettenérés követően a bűnözők menekülésbe kezdtek, így az akció autós üldözéssel folytatódott. A két tettes közül egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították. Az elfogást követően a másik fogoly a rendőrök tudtára adta, hogy az autóban időzített gyújtószerkezet van, amihez végül a tűzoltókat is be kellett vetni. Ezt ez mit szedtem? Ez hány gram? 30. És mennyit adjak érte? 60. Hát jó. Az jó lesz. Tökéletes. Megfele? Tökéletes. Jöjjön be! Kérek engedélyt, főhadnagy kisasszony. Az engedélyt megadom. Mi történt? Bejelentést kaptunk, hogy a Kávé téren gyanús tevékenységeket hajt végre két férfi. Menjenek és ellenőrizzék le, majd jelentsenek vissza nekem. Értettem. Szerintem szóljunk a központnak. Itt a járőr 1-es vétel. Jelentem, hogy a helyszínre érkeztünk. Két gyanús személyt látunk. Két Suzuki mellett. Kezdjék meg az intézkedést. Hát azért ez is elég az. Elég lesz? Igen, elég az. Jó van akkor. Bakker, itt vannak a desktop. Basszuk! Itt a járőr 1-es vétel. Menekülnek, fegyverük van. Kövessék őket! Jelentsenek folyamatosan! Jelentem, hogy a gyanúsítottak megálltak a Herbrechtingen téren. És elbarikádozták magukat a járművözfogat. Értettem. Küldöm a különleges egységet, mentőket és tűzoltókat. Itt a járőr 1-es vétel. Értettem. Biztosítom a helyszínt. Itt a rendőrség. A törvény nevében felszólítom önöket, hogy törvénysértő magatartásukat azonnal hagyják abba, és fegyvereiket hátrahagyva felemelt kézzel jöjjenek elő. Ellenkező esetben készítő eszközt fogunk alkalmazni. Hogy el kéne tüntetni a szajrit. Égessük el! Ismételten felszólítjuk önöket, hogy törvénysértő magatartásukat azonnal hagyják abba, és fegyveréket hátrahagyva felemelt kézzel jöjjenek elő, ellenkező esetben kényszerítő eszközt fogunk alkalmazni. Ne koptassátok a nyelveteket! A törvény nevében felszólítom önöket, hogy törvénysértő magatartásukat fejezzék be, és fegyverüket hátrahagyva felemelt kézzel jöjjenek elő. Ellenkező esetben kényszerítő eszközöket fogunk alkalmazni.
Indulhatnánk, mert nem akarok fölrobbanni. Miért robbannánk föl? Hát mondjuk lehet volt nálunk egy bomba is. Figyelem, a gyanúsított most közölte, hogy a kocsiban egy időzített gyújtószerkezet van. Értettem, indulat egy szép, vétel véget. Gyerünk gyorsan, hozzatömbök!